nyilván. A pékáru nagy szerepet tölt be az étkezésünkben, azonban azt is kimutatták, hogy egy szelet kenyér elfogyasztásával a napi sóadagunk egy jelentős részét bevisszük a szervezetünkbe. Az ajánlott mennyiség a felnőttek esetében mindössze napi 5 g. Férfiak 4-szer-5-szer annyit, mi nők, kicsit lemaradva tőlük, de azért nem engedünk az ütemből, 3-szer-4-szer annyit is hajlandóak vagyunk elfogyasztani. A kevesebb sófogyasztás érdekében az Agrártárca új rendelettervezete szerint 2018-tól legfeljebb 235 g sót tartalmazhat egy kiló kenyér. A toronyi pékségben már 10 éve ennél is kevesebbel, mindössze 2%-nyi sóval készítik a kenyeret, vagyis a cégnek nincs teendője az új szabályozást követően. Ennél jobban lecsökkenteni nem lehet, mivel a minőség rovására menne, azt jelenti, hogy ugye a só, hát a szakemberek tudják, hogy az a sikértartalmat is erősíti, vagyis a sikért erősíti, ami azt jelenti a sikér, hogy a gáz megtartó erő. Tehát azt jelenti, hogy ha a sikér gyenge, akkor lapos lesz a kenyér. A rendelkezés ösztönözheti a pékségeket arra, hogy visszatérjenek a hagyományos, nem gyors érlelésű kenyerek készítéséhez, mert a kovásszal készült kenyér akkor is ízes marad, ha kevesebb sóval készül. Ez a Magyar Élelmiszerkönyv. És 2018. január 1-től lesz 1,3 és 2,35 közötti az előírás. A kenyér sótartalmát a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal szakemberei ellenőrzik majd. A szabálymódosítás a kenyérfajták összetételének pontosítására is vonatkozik, emellett új kenyerek elkészítési módjait is meghatározza, és ezeket beemeli a Magyar Élelmiszerkönyvbe. Ezek a laboratóriumok, ezek vizsgálják azokat a beltartalmi értékeket, amik a Magyar Élelmiszerkönyvben is elő vannak írva egy-egy termékre, tehát a sótartalom mellett a zsírtartalom, a liszteknek a minőségi megfelelősége, adalékanyagok, esetleg allergén anyagoknak a megjelenése ezekbe a termékekbe. A törvényalkotók azt várják a módosítástól, hogy a mérsékeltebb sófogyasztás hozzájárul az egészségmegőrzéshez, mert a túlzásba vitt sóbevitel növeli a magas vérnyomásos megbetegedést, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.